Úgy üt, mint egy tank, mintha egy rohadt összvér rúgna meg a patájával. Elnézést a kifejezésért, de úristen, nagyon kemény! Tyson nem tartotta magában a véleményét. Sziasztok, kedves nézőim! A 80-as és 90-es évek nehézsúlyú ökölvívása olyan időszak volt, amelyre általában kellemes nosztalgiával emlékeznek vissza a sportkedvelői. Ekkoriban olyan boxlegendák szerepeltek a ringben, mint Mike Tyson, Lennox Lewis, Evander Holyfield vagy Riddick Bowe. George Foreman pedig 45 évesen lett újra világbajnok. Nehéz volt elképzelni olyan boxolót, aki hasonló pusztító erővel rendelkezett volna, mint Iron Mike Tyson. A fiatal, gyors és borzasztóan erős amerikai, aki hosszú ideig veretlen maradt, mindenkit megvert, aki az útjába állt. 1991 tavaszán azonban a brooklyni huligán egy olyan harcossal találta szemben magát a ringben, aki maga is roppant ütő erejéről volt híres. A boxoló csapásától még Iron Mike is félt, és mint tudjátok, ez nagy jelentőséggel bírt akkoriban. A súlycsoport legjobbjának címért őrült verseny alakult ki. Ahhoz, hogy valaki a legjobb legyen, szó szerint tűzön, vízen és számtalan megpróbáltatáson kellett keresztül mennie. Napjainkban akár közepes kaliberű ökölvívókat is elegendő legyőzni ahhoz, hogy valaki kvalifikálni tudjon egy címmérkőzésre. Régebben azonban más szabályok voltak érvényben. Az egyik boxoló, aki belevágott a világbajnoki cím megszerzéséhez vezető nehéz vállalkozásba, a kanadai Donovan Reddack volt, akit The Razornek becéztek. Donovan kiváló amatőr karriert futott be. Világbajnok lett a juniorok között, ahol pontozással győzte le Lennox Lewis-t. 2 évvel a világbajnoki diadala után Reddock megkezdte profi pályafutását. Larry Holmes edzőtársa volt, akit edzésen a fiatal kanadai folyamatosan jól irányzott ütéseivel bosszantott. Jó képességei ellenére boxolói karrierje lassan haladt. A 11. küzdelme során Reddock pályafutása első vereségét szenvedte el David Jacko ellen. 7 meneten keresztül dominálta ellenfelét, de a 8. egy hirtelen fellépő asztmás roham miatt kénytelen volt feladni a mérkőzést. 10 hónapos rehabilitációt követően The Razor visszatért a ringbe, és egy őrült 16 meccsből álló győzelmi sorozatot vitt véghez, amelyből csak egy mérkőzés zárult pontozással. Donovan ezután veszélyes erőjű boxolóként kezelte a szakma, akit még a riválisa is kerülni kezdtek. 1990. áprilisában Reddock, a korábbi világbajnok, Michael Dynamite Doxal mérkőzött meg. A 4. menet első percének végén Razor egy erős ütést mért ellenfele állkapcsára, ami Dynamite-ot kötelek közé küldte. Reddock azonban bevitt egy erőteljes sorozatot, ami után Dox lassan összeesett, mint egy olvadó golyó, és úgy tűnt, életét veszti a szorítóban. Reddock általában balfelütéssel fejezte be küzdelmeit, bár ő maga jobbkezes volt. Mivel Donovannek már 3 korábbi világbajnokot sikerült legyőznie, a következő lépés a címmérkőzés lett volna, de úgy tűnt, mintha a korábbi bajnokok összebeszéltek volna, és úgy tettek, mintha elérhetetlenek lennének. Az abszolút világbajnok Evander Holyfield nem volt hajlandó megküzdeni a kanadaival, és inkább a 42 éves Foremannel való meccset választotta. Reddocknak nem sikerült tárgyalni a feltörekvő sztárral, Riddick Bowe-val sem, aki ráadásul még a ringbe is belépett hozzá, hogy üdvözölje. A lehetséges ellenfelek között volt még Mike Tyson, aki ellen 1989-ben elmaradt a mérkőzése. Tyson ideje nagy részét azonban bulikban töltötte, főként csinos hölgyek társaságában. Tyson akkor már felhagyott az edzéssel, és emiatt promóterének, Don Kingnek le kellett mondani a novemberi párharcot az akkor még veretlen Donovan Reddock ellen. Mike betegségre hivatkozott, bár Tyson később bevallotta, hogy egyszerűen csak nem akart edzeni és boxolni. 91 elején azonban már elfogadta Donovan kihívását. A tét a Holyfield-Foreman páros győztes elleni bajnoki címmérkőzés volt. Mindkét boxoló fantasztikus formában volt, a szurkolók pedig türelmetlenül várták a bunyót. Don King és a média által az év meccsének kinyilvánított Tyson vs. Donovan Reddock mérkőzést 1991. március 18-ára tűzték ki a The Mirage Casino Arénában, Nevadában. A boxmérkőzés 120 millió dollár bevételt jelentett Mike-nak. Akkoriban ez a két boxoló számított az Evander Holyfield által birtokolt WBC, WBA és IBF nehézsúlyú bajnoki címek 2 fővárományosának. Nehéz küzdelem volt, a boxolók keményen ütötték egymást. Tyson tőle megszokott agresszív módon boxolt, de feltehetően nem számított ilyen mértékű ellenállásra, még Reddock a védjegyének számító balosait alkalmazta. Ez ugyan lelassította Tyson előrehaladását, hogy a 3. menet végén egy pusztító horoggal padlóra küldje a kanadait. Reddocknak azonban sikerült felállnia és folytatnia a harcot. Fokozatosan fárasztotta ellenfelét, és igyekezett ő maga kezdeményezni. A 6. menetben Iron Mike kis hián a padlón kötött ki, mert Reddock fejre irányuló ütései egymás után folyamatosan betalálták.
A hetedik menet váltakozó sikereket hozott, és már a végéhez közeledett, amikor az amúgy is elég fáradtnak tűnő Tyson egy hatütésből álló erőteljes kombinációval robbantott Ruddock fejét célozva, aminek következtében a kanadai a kötelek közé esett. A bíró a boxolók közé lépett és megállította a bunyót. A mérkőzés technikai kiütéssel Tyson győzelmével ért véget. Sokan ellentmondásosnak és korainak tartották a bíró döntését. 9 nappal a küzdelmet követően a promóterek, Don King és Murad Muhammad megegyeztek a visszavágóról, hogy rendezzék az első mérkőzés kimenetével kapcsolatos nézeteltéréseket. A visszavágó dátumának 1991. június 28-át jelölték meg. A Ruddockkal vívott két meccs között Tyson viselkedése drámaian megváltozott. Mike valójában nem csinált semmi említésre méltót, viszont elkezdte sértegetni ellenfelét. Minden ok nélkül transvesztitának nevezte Ruddockot, majd megígérte mindenkinek, hogy a barátnőjévé teszi, és azt mondta, alig várom, hogy a vastag ajkaival megcsókoljon. A meccset ugyanott rendezték meg, mint az elsőt, a Mirage kaszinóban. A korábbihoz hasonlóan ezt a mérkőzést is 12 menetesre tervezték. Ez szintén egy bajnoki boxmérkőzés volt, melynek győztese kihívhatja a regnáló világbajnokot, Evander Holyfieldet. A visszavágó sem volt kevésbé drámai, mint az első találkozó. Tyson maga biztosan kezdett az első menetben. 16 másodperccel a vége előtt pedig egy jobb horoggal fejen találta Ruddockot, aki az ütéstől meg is tántorodott. Tyson úgy nyomott, mint a régi időkben, és a csengő után még kétszer el is találta Ruddockot. A bírónak alig sikerült széthúznia a boxolókat. Mike a második menetben tovább támadta Ruddockot. A kanadai ütései nem tudták távol tartani az ellenfelet. A menet közepén Mike egy elsőprő jobbossal leütötte Donovant. Ruddock azonnal felállt, de Tyson egy újabb dühös támadással fogadta, aki úgy tűnt kézbefejezni a küzdelmet a 12. menet vége előtt. Nem sokára azonban, mintha elfogyott volna Iron Mike ereje, és Donovannek sikerült ellenállnia. Ruddock egy erőteljes harmadik menettel visszavágott ugyan, de a negyedik menetben Tyson már kivédte a felütéseket, és egy erős jobbhoroggal támadott, amivel ismét a ring padlóján landolt Ruddock. Az erős ütés ellenére a kanadai gyorsan fel tudott állni, tisztességesen demonstrálva állkapcsának erejét, ami mint kiderült, a pusztító ütéstől eltörött. A kanadai sportember tanúbizonyságot tett erejéről és győzni akarásáról, hiszen szinte az összes hátralévő menet egyenlő eredménnyel zárult. A küzdelem végére Ruddocknak bedagadt a bal szeme, eltört az állkapcsa, Tysonnak pedig megrepett a dobhártyája. A mérkőzést pontozással Tyson nyerte. Iron Mike nagy jövőt jósolt ellenfelének. A fenébe is, ez a fickó egy napon bajnok lesz, ha elszánt marad, és nem botlik meg az életben. Maga Mike azonban később megbotlott, és 1992-ben rács mögé került. Videónk itt véget ért. Ha érdekes volt számotokra a videó, lájkoljátok és írjatok kommenteket is. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!